Hölgyeim és uraim, a kabaré viszonylag régen nem hallott, de reméljük, hogy változatlanul emlékezetes, kedves vendége következik, mégpedig Teri néni. Teri néni, drága, mindenek előtt köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Úgy értesültünk, hogy az utóbbi esztendőben több mint furcsa dolgok történtek Szent András pusztán, Teri néni szűke pátriájában. Éjszakánként többek között hivatlan látogatók érkeztek. Az úgy volt, hogy Mindjárt megnyugszanak. Már niszogattak előre. Az úgy volt, hogy elsőben a Csiga 2-es tévét néztük. Van a Simon Lacinak a felesége, azt mondja, mosóporos. Úgy is lehet meg mondani. Meg mosógépes. Teri néni, és mit szokott ott általában nézni? Szellemképet. Még mindig nincs antennája? Van antennám, de meglökte a varnyú. Elvitt a... Dolmányos varnyú volt, jól láttam. Utána a dolmányával lökte meg. Elállította. Úgy voltam elsőben, mikor meghozták ezt a tévét. Hát, hogy volt ez, vagy? 6-8 esztendeje? Azt mondja nékem a szerelő, Lazsnaki Gyurkának a fia volt. Azt mondja, üljön le, mama, nézze a tévét. Leültem, azt néztem. Visszajött este, hogy miért van ilyen nagy csendeség. Azt mondja, nézz ide, nem kapcsolja be. Ez egy ilyen távirányítós televízió? Tudta rosszabb, mi az a kis fekete. Azt hittem, mag van benne, mert zörgött. Azt akkor, hát mondom, azt hogyan kell bekapcsolni? Azt mondja, nyomja meg a gombot. Na, nyomja meg a hágyen. Még felrobban itt nékem. Na, de térjünk vissza, hogy egy este akarta volna Teri néném nézni a tévét, már nem tudom, melyik csatornát nézte éppen. Mondom az uramnak, Tibi. Erégy már felfele, jó ember, mert vagy valaki jár a padláson, vagy megfordították az anternát. Elaludott a létrán, ahogy ment fel. Vajon miért? Mert már elkezdték búcsúztatni augusztus 20-án az évezredet. Ami körbejár, azt mondja, hogy jön a világ vége, megmondták a kisbótba. A nagyban nem kapni semmit, én a kicsibe járok. Teri néni, ott tartottunk tehát, hogy elromlott a tévéadás, és aztán hát nemigen tudott Teri néném aludni. Na, azt a nagy fényesség támadott, nem láttam elsőben semmit cselkében. Hát kell nézek a szőlődombra, nagy fényesség van, mint mikor látomása volt az Úr Jézusnak. Mondom, ez van valójában az ufók. Ez az. Mondom, megnézem, már ha rosszat akar, hátba ütöm a moslékeverőt. Teri néni, ezek szerint hisz az ufókban? Hát hinni nem hiszek, de láttam. Meg tudná Teri néni mondani, hogy egyáltalában mi az, hogy UFO? Megnéztem a kalendáriumba. Unidentified Flying Object. Hát így van. És azt is tetszik tudni, Teri néni, hogy... Ugye ez angolul van, ez egy angol kifejezés. Angolul, hogy nem tudtam elolvasni, de zárójelben oda volt írva, amit mondtam. És ez mit jelent? Azt már nem tudom. Mondom az uramnak, Tibi. Kelljen már felfele, jó ember. Akkor is aludt? Aludott akkor, de rendesen. Csak nem vetett el a fejéről a jambabzsapkát. És a gumicsizmát? Gumicsizma is a lábán volt. Ebből gondoltam, hogy ivott valamit elő. Szokott még kerékpárral takarózni? Az a gátőr a barátja, Simon Laci. Az magára húzza a biciklit, hogy ne fázzon. Na de, térjük rá hát ezekre a különös látogatókra, amelyről Teri néném nekem említést tett. Hát úgy volt, akkor mondom, megint szellemkép volt, azt mondom, na várjál csak, kimegyek én, mert taszigálja valaki megint.
Na, várjál csak, majd hátba támítlak én a moslékkeverő fával. Kilépek, nem volt ott senki. Nézegetek körbe, azt az öreg hegyen nálunk a szöglődomot mondják annak. Azt látom, nagy fényesség van. Na, mondom, oda megyek én, de nagyon dombíroztok ott fenn a hegyen. Valójában ufókok voltak. Na, de Teri néném maga hisz ilyen, hát mondjuk így, obskurus dolgokban? Azt nem tudom, mit jelent, de azt láttam hátulról, hogy a Mészáros Gyurka volt. Az előbb tetszett említeni, hogy Tibi készül erősen a világ végére. Felmentek a szőlőhegyre, megástak egy nagy bunkert, krumpliverem volt az előtt. Kibetomozták, oda hitt két jó cimboráját, egy ukrán volt, meg egy ezerbajdzsár. Nem, azerbajdzsáni, nem? Az nem jelent semmit sem. Ezerbajdzsár az jelent. Kértem Tibitől, mit tesz az, hogy ezerbajdzsár? Azt mondja, 500 meg 500. És honnan tett szert ezekre a nemzetközi komákra? Azok mivelték a felső kertet, indiai kendert vetettek bele. Mondták, hogy zöldséget, gyümölcsöt fognak terjeszteni. Egyáltalában honnan szedte Tibi ezt, hogy jön a világ vége? Ki mondta neki? Azt mondja, hogy bemondták a vegyesboltba. Az előbb még kisboltot tetszett mondani. Oda én járok. Teri néném, most akkor nem egészen értem itt a dolgokat, hát tegyünk egy kis rendet, hogy mi végre vonultak ők hármasba ezekbe a vermekbe. Mert azt mondták, hogy jön a világ vége. Most már 2000 lesz, az jön a világ vége. Volt egy ember a városból, egy másik, azt mondta, hogy 500 forintot be kell fizetni, 2 percre megidézi a világ végét. És hol történt mindez? Benne a kultúrba. Bementünk, azt befizettük az 500 forintot, mondtam a szomszédasszonyomnak, gyere Veron, 2 percre világ vége lesz, tovább nem, addig kibírjuk. Azt úgy volt, hogy akkor nagy setítség lett valójában, mire meg világos, eltűnt a csodalátó ember. Bánta volna rosszabb, de a biciklim is elvitte magával. Hallom viszont Teri néni, hogy nagy esemény történt, ugye hát Tibi ismeretesen több mint 10 éve töltött Kolimán meg a Magnyitogorszki uránbányában, és most hazaérkezett a faluba 50 év után egy egykori rabtársa. Jaj, ez drága jó ember, nem tudott semmit sem magáról. Megjöttek, azt végigvezette Tibi a falun, mutogatta, mondta, ez a Mauriciuska háza, ez meg Kismiskájé. Mikor odaértek, hogy ez meg Szabó Pistájé, ez megszólalt, nem, az az enyém. Akkor a házát felismerte, megösmert, csak nem tudta, hogy megjött hogy a beszélőkéje neki. Estére már folyékonyan tudott oroszul. Sztalin Jauskárul énekeltek egész este. Hogyan? Mit énekeltek? Hát most mondja. Igen. Jöjj! Rasú, pajat! Nem tudok olyan magosan énekelni. Olyan magosan énekeltek, hogy leesett a ducbul a galamb. Valami Sztalin Jauska vezérünk, azt hát én. Honnan rosszul, hol így halul. És nem tiltakozott az önkormányzat, polgármesteri hivatal, hogy ilyen önkényuralmi nótákat énekelnek? Messze vannak azok a kocsmától, fiam. Ők Presszóba járnak. Presszóba? Persze. Teri néni személy szerint várja a világ végét. Hát gyermekem, nincsen nekem arra időm, arra várjak, hát az apró jószágot el kell látni. Üljek le, azt nézem, itt volt ez a setíted is. Napfogyatkozás. Azért, annak is mondjuk. Na hát, eljöttek ilyen mindenféle idegen, jött egy szakállos asszony. Elsőben azt gondoltam, ember. Német asszony volt, be volt fizetve idegen forgalomra. 2 házzal feljebb ki van adva faluturizmusra. Igen, a Teri néni is benne volt régebben ebben. Benne voltam, fiam, de mind lelegelték az összeg. Még Zöggyibe megettek mindent nálam ezek a német gyerekek. Lelegelték. És az asszon meg egyszer megyek áttal, mert odaadtam a szitámat, megyek áttal, látom, beret válkozik. Mondom, nagyon Isten, jó napot. Valamit mondott nékem, de asszon hangja volt. Az, mikor letörült a habot, akkor láttam, mert asszonya nem ember. Na, a szakállas asszony, na, ezek itt voltak, turisták. Hanyat feküdött, mindazt nézte. Mondom a postásunknak, milyen rossz sebet néznek ezek. Azt mondja, a napfogyatkozás, de setít.
De csak szülővel szabad azt nézni. Hát most magam elé tettem a tészta szülőt. Hát gyermekem valóban sötét lett. Onnan tudtam, nagy baj lesz. Elkezdtek hemzsegni, nyüzsögni az jószágok, az apró jószág. Mire kivilágosodott, minden lopták. Teri néni, és ebből nem származott baja? Hát tésztaszűrőn keresztül, ugye, hát attól még a szem megsérülhet. Nem romlott a látása, Teri néni? Nem lett az én szememnek semmi baja, pedig igen erősen néztem, hogy ki lopta el. Meg is mondanám, megösmerem, de mámomám büntetik, ha megösmerem. Teri néni és a plébános úrnak mi az álláspontja a világ végét illetően? De szépen beszél, drága. Olyan szépen cifrázza. Van úgy, hogy nem értem a felét sem. De elmondta gyermekem, bizzatok, nem lesz világ vége. Nem, hát ugye, hát egyszerűen dolgozni kell, a jószágot el kell látni, semmi sem mutassa. És én nékem ez az új év ezred, meg az új esztendő egy kiadással kezdődik, de azt nem bánom. És mi lesz az, Teri néni? Mink megcsináltattuk az urammal a sírkövet, át kell javítani a 19-et. Teri néni Usztis Mátyás volt.